ilyenkor így november második fele magasságában már általában arról szoktunk itt beszélgetni a Bajnokok Városa stúdiójában, hogy bizonyos sportegyesületek, akik éppen aktuálisan a vendégeink, hogyan szerepeltek az idei versenyszezonban, mi vár esetleg még rájuk, lesz-e esetleg mondjuk valamiféle fajta gálájuk. Ez a szinkronuszokkal is így szokott lenni. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Bajnokok Városa nézőit. Szinkronuszással fogunk a mai műsorban foglalkozni, vendégem pedig Molnár Andrea, a fehérvári szinkronuszok, az Orka Ese vezetője, vezetőedzője. Szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, köszöntelek én is. Hát, ilyen pestiesen földobva a labdát, sok hasonló jellegű beszélgetésen vagyok már egyébként, túl lesz eszem hozzá, kerékpárosokkal, karatésokkal, atlétákkal, mindenhol más az a darabszám, ami a versenyek tekintetében itt az idei szezonban meg volt tartva. Te nálatok mi a helyzet? Mi volt a helyzet? Februárban voltunk utoljára versenyen, február végén. November 19-e van. Igen, február végén volt egy utolsó versenyünk, ahol még el tudtak indulni a sportolóink. Azóta elmaradt a tavaszi versenyszezon ugye teljes egészében. Most november elején, illetve hát most közepén lett volna egy országos bajnokság, ami már országos bajnokság, magyar kupa, egy kicsit már ilyen összevont verseny lett volna. Ez sajnos pont a szigorító bejelentések után lett volna, így hirtelen nem tudott rá a szövetség reagálni, és ezt a versenyt töröltük. Viszont reményeink szerint jövő hétvégén talán eljutunk Érdre egy utánpótlás versenyre. Zárt kapuk mögött, gondolom. Abszolút. Hogy lehet megoldani a szinkronuszoknál zárt kapuk mögött, hiszen azért alapvetően ez Magyarországon, ha a nagy tömeget nézzük, akkor ez egy utánpótlás ra alapuló sportág. Tehát azért, hogyha az ember rendez egy nagy versenyt, ott azért ott kell, hogy legyen az utánpótlás. Az utánpótlással pedig jönnek a szülők. Igen. Nagyon-nagyon köszönjük az egyesületnek, aki felvállalta ennek a versenynek a megszervezését, és itt a legutóbbi szigorításokat mindenben figyelembe véve próbálja megszervezni ezt a versenyt. Nagyon erősen maximalizálták a létszámokat, tehát 60-60 versenyző ugorhat csak vízbe. Ugye ez nálunk eleve egy kevesebb csapatlétszámot, mert 10 ember jelent egy csapatot, tehát ez eleve 6 induló egyesületet jelent egy csapat, egy kombinációs körben. Szülők bemehetnek? Nem, vagy, nem. Abszolút tehát ez... nem, csak az edzők, és hát ugye nekünk még szükségünk van elég jelentős bírói létszámra is, úgyhogy az ő biztonságukat is meg kellett oldani, úgyhogy ahogy láttam a forgatókönyvet, abszolút külön fogunk közlekedni bírók, edzők, versenyzők, és egy-egy ilyen kis blokk után, mondjuk egy csapatverseny után, vagy egy páros verseny után teljes uszodakiürítés lesz, fertőtlenítés, és utána megyünk vissza újra az uszodába. Na, jó hangzik. A hangulat az nem lesz a régi, de úgy érezzük, hogy versenyzőinknek szüksége van rá, meg valljuk be nekünk is edzőknek, hogy egy kis motivációt, egy kis visszajelzést kapjunk a munkánkról. A hangulat nem lesz ugyanaz, de talán valamit azért az általános hangulaton majd dobhat ez, hiszen erre készülnek benne a versenyzők, hogy versenyezzenek. Biztos vagyok benne, és én úgy gondolom, hogy a nézőket, tehát a szülőket, nagymamákat, rokonokat helyettesíteni fogják most a jelenlévő versenyzők, mert talán mindenki érezni fogja, hogy ez most nem a versenyről szól, nem az eredményről szól, hanem mégis egy ilyen versenyzési szituációról, és egy picit talán arra 2-3 percre visszacsöppenünk a múltba. Ugye ugorjunk vissza jó pár hónapot az időbe, oda márciusra. Én emlékszem még, amikor jött tőled a szokásos e-mail ugye a sajtómunkatársaknak, hogy hamarosan akkor Orka nemzetközi versenyül, az Orka Kupa, Orka Cup, soha nem látott létszámmal, soha nem látott mennyiségű különböző országból jönnek sportolók, nagyon-nagyon készültetek, még arra is emlékszem, hogy már lógott a levegőben a pandémia, de ti még mindig szerettétek volna nagyon valamilyen módon megrendezni ezt a versenyt. Hogy éltétek meg ezt az időszakot? Nagyon rosszul éltük meg. Tényleg az utolsó pillanatig próbáltunk legalább abban gondolkodni, hogy magyarországi versenyt rendezhetünk. Tehát a külföldieket sajnos el kellett engednünk, ezt már március elején várható volt, tehát nekik küldtünk egy e-mailt, hogy sajnálattal, de akkor már ugye zártak be az országok, és hát tulajdonképpen amikor bezárt az uszoda, előtte másfél héttel,
akkor hát ugye mindenki szembesült ezzel a ténnyel, hogy most nem csak verseny, de edzések sem lesznek egy időre. Nehéz volt, mert májusban jutottunk vissza utána, úgy az uszodába, hogy mi visszamentünk edzők, és hát ott voltak a kikészített oklevelek. Tehát az összes verseny előkészülettel találtuk magunkat szembe. A gyerekek egyébként hogy viselték ezt az időszakot egyáltalán? Tudtatok-e bármiféle, nem edzés, de valamiféle fajta mondjuk testmozgást biztosítani? Abszolút edzettünk, tehát én úgy gondolom, hogy egy két hét múlva reagált, tehát egy két hét kellett ahhoz, hogy mindenki, ugyanaz egy teljes bezárás volt, tehát nem csak az edzéseket érintette, hanem a mindennapjainkat is, az iskolákat is, és mi áprilistól már online edzéseket tartottunk hetente háromszor a gyerekeknek. A szövetséggel karöltve voltak közös edzések más egyesületekkel az online térben, és a válogatott is beszállt az egész körforgásba, és válogatott versenyzők tartottak egyesületi gyerekeknek edzéseket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy április-májusban ez sikerült teljesen kihasználni a lehetőségeket, és júniusban szerencsére már nyitott a strand, kicsit fáztunk, de lehetőségünk jó, adott volt. Jó, volt hogy... a nyár eleje, ugye? Lehetőség adott volt, hogy újra vízbe menjünk. Abba beavatsz egy picit minket, hogy milyen edzéseket tudtak végezni a lányok online edzés címszó alatt, mert azért a szinkronúszás az egy vízhez legalább két-két és fél méter víztömeghez kötött sportág. Én emlékszem, mikor ugye sportmajálison a színpadon víz nélkül fölléptetek, szóval milyen edzéseket tudtak végezni, vagy tudtatok végeztetni a lányokkal? Hát nyilván szárazföldre szorultunk, úgyhogy itt egy picit próbáltunk ugye a nyújtás felé elmenni, lazítás felé, és próbáltunk olyan újdonságokat behozni, amire nincs idő a hétköznapokban, tehát a kiegészítő sportágokat, tehát próbálkoztunk egy picit a tánccal, a jogával, a balettal, tehát egy picit hogy színesítsük ezeket a szürke hétköznapokat. Morzsolódtak egyébként le, vagy sikerült egybetartani a csapatot? Azt mondom, hogy volt lemorzsolódás. Elsősorban kezdő versenyzők lemorzsolódása következett be. Ez ugye nekik még nem tudtunk annyit nyújtani. Tehát egy rutinus versenyzőnek már tudunk mondani. Tehát őt tudjuk motiválni szárazföldi edzéssel. Ugye a kicsik, akik akkor jönnek, és ők ugye a vizet, a csillogást, a kűröket, a zenét, a táncot látják benne, nekik ez sokkal nehezebb. Meg esetleg egy idősebb versenyzőnek talán, vagy gondolom én már pont az a medencében már eltöltött pár év, az már egy ilyen megtartó erő erre a pár évre, igen, vagy erre pár hónapra, ami így a nyáron, vagy május, április-májusban vált rájuk. És májusban már kimentünk a szabadba, tehát ott elkezdtünk mozogni, és már az egy kicsi plusz jelentett, hogy végül is találkoztunk, és testközelből láttuk egymást, ha csak messziről is, de már edzhettünk. De nyáron ugye kinyitottak a strandok. Igen. És... júniusban dolgoztunk, végig tudtunk dolgozni, figyelembe véve azt, hogy most ugye nehéz ilyenkor célt, motivációt adni a gyerekeknek. Tudtuk, hogy nyáron egyébként sem lenne verseny. Na bocsáss meg, pont ezt akartam kérdezni, hogy azt tudjuk, hogy egyébként ugye nálatok nyáron leállás van. Hogy most például erre mondjuk a magyar szinkronúszó elit vezetők nem gondoltak esetleg, hogy akkor egy-egy versenyt megtartani, ami mondjuk a tavaszról elmaradt, vagy bármiféle olyan erőpróbát, ami mondjuk strandon megoldható lett volna, hogy ez miért nem történt meg? A nemzetközi mezőny jobban tudott reagálni, mint a hazai mezőny, tehát a nemzetközi szinkronúszásban írtak ki online versenyeket. Sajnos itthon nem tudtuk megoldani ezt, egyrészt azért, mert nekünk júniusban kinyitott a strand, de nagyon sok uszoda nem nyitott ki júniusban, tehát annyira eltérőek voltak a felkészülési feltételek, hogy leghamarabb augusztus végén tudtunk volna versenyt rendezni itthon. Viszont volt olyan uszoda, aki augusztusban leállt. Tehát ők nyitva voltak júniusig, tehát egyáltalán nem tudtuk összehangolni ezt a munkát, ezért online fokozatba kapcsoltunk, úgyhogy ott voltak megmérettetések, ott tudtunk a nemzetközi porondon is megmérettetni, egyesületeknek is lehetősége volt, hogy jelentkezzenek ezekre a versenyekre.
mi augusztusban kezdtük így az edzéseket, tehát eddig ugye augusztus közepén kezdtünk el dolgozni, most korábban adtuk ki a nyári szünetet, és augusztus elejétől viszont napi két edzéssel, edzőtáborozással tudtunk készülni. És gondolom a versenyzők, meg a kis újjak nagyon várták ezt a pillanatot, hogy végre lehessen normálisan edzeni, belevágni. Ott gondolom volt egy hit, hogy esetleg ősszel egy-két versenyt megrendeznek, vagy ez már akkor sem került szóba? Nem került szóba, mert még mindig akkor jött az, hogy csak szabadtéren. Mi gondolkoztunk, hogy augusztusban még végén, tehát nyitva vannak az uszodák, a strandok, ott egy verseny. De akkor megint úgy emlékszem, hogy jött egy rendelkezés, tehát folyamatosan figyelnünk kellett ezeket, és nagyon le volt szűkítve a mozgásterünk. Nem a zsebetekben turkál, de anyagilag mennyire viselte meg az egyesület működését ez az időszak? Ugye sok egyesületről lehetett, vagy lehet hallani mai napig, hogy nagyon megviselte, vagy azért jelentősen érezhetően megviselte, de akár nagy sztár klubok esetében, labdarúgásban is több 10 millió eurós, 100 millió eurós veszteségről, hiányról lehet hallani. Hát nyilván sajnos nincs több 100 milliós eurós, még forintban sem, gondolom én, költségvetésetek, szóval pestésen fogalmazva megint, hogy meddig tudjátok így húzni? Mi nagyon reménykedünk abban, hogy valamilyen szinten tudunk továbbra is dolgozni, tehát ugye a múlt hét volt az, amikor bejelentették, hogy a hétfő jött egy korlátozó intézkedés, hogy első csak annyiról szólt, hogy bezárnak az uszodák, akkor kedden utolsó edzést megtartottuk, ugye ennek a hétvégéje lett volna az országos bajnokság, kedden lányok bemutatták előttünk kürjeiket, hogy elköszönünk, ki is bontottuk a karácsonyi sütiket, majd keddes éjjel megjelent a rendelkezés, hogy versenysportolók maradhatnak, úgyhogy egy szerdai nap kimaradt, és csütörtökön újra vízbe tudtunk szállni. Úgyhogy mi nagyon reménykedünk benne, hogy ezekkel a szigorú feltételekkel tudunk tovább dolgozni, de visszatérve a kérdésedre, tehát nekünk egy nagyon-nagyon jelentős bevételi forrásunk a nemzetközi versenyünk, ami ugye az idén elmaradt. Úgyhogy ez nekünk egy nagyon nagy érvágás volt, valamint hát ugye egy folyamatos oktatásért tudsz csak ugye oktatási díjat kérni a szülőktől. És ebben is szerencsére a szülők partnerek voltak, tehát online oktatás ideje alatt is rendesen tartottuk az edzéseket, tehát nem feladatot osztottunk ki, hanem megjelentünk a képernyőn, együtt dolgoztunk a gyerekekkel, úgyhogy azért valamennyire tudtuk folytatni a munkát, de természetesen ez egy még jelenleg is küzdünk azzal, hogy talpon maradjunk. A szövetség egyébként tud, vagy tudott bármiben segíteni nektek? Anyagi tekintetben? Nem. Tehát szövetség sajnos erre anyagi támogatást nem tud adni. Az pozitív, hogy a válogatottaink működhetnek, és működnek és a mai napig. Tehát az utánpótlás junior felnőtt válogatottunk működik. És ugye ilyenkor így november közepén, második felében amúgy is szoktál valamilyen formában megjelenni itt a Fehérvár Televízió képernyőjén, ilyenkor arról szoktunk beszélni, hogy na most már csak egy hónap van hátra, vagy kevesebb, mint egy hónap, vagy alig több, mint egy hónap, ugye a hagyományos, nagyon sokadik orka karácsonyi gáláig. Az idén is lesz. Lesz. Online megpróbáljuk, igen, úgyhogy csak mi leszünk az uszodában, megpróbáljuk ezt rögzíteni, és utána valamilyen média felületen akkor ezt szülők, rokonok, érdeklődők felé továbbítani. Akkor ez azt jelenti, hogy most akkor lesz hétvégén egy verseny. Igen, és akkor jövő hétvégén így van, azt letudjátok, és akkor és utána akkor gőzölővel belefordultok abba az időszakba, amit egyébként nagyon-nagyon szoktak élvezni a gyerekek, mert ugye olyankor készülnek a meglepetéskűrök, amik még nektek is azok. Mennyire hát várják ezt a... Biztos, hogy várják, mert mindenkinek, tehát annyira szeretnének már megmutatkozni, hogy tényleg dolgoznak, és nincs olyan tér, nincs olyan lehetőség, ahol megmutathatják, hogy mit is csináltunk az elmúlt fél évben. Biztos, hogy más lesz ez a gála, még családiasabb, még szűkebb lesz. Mi leszünk, tervezzük a válogatott meghívását, ugye egy versenyzőnk is benn van a válogatottban,
hát ha így egy picit a lányoknak is motivációt jelent, és a válogatott sem tudott elmenni versenyekre, úgyhogy reméljük, hogy nekik is ez egy motiváció, egy feladat, ami örömmel tölti el őket. És hogyha így visszanézünk erre az évre, akkor lehet egyébként bármilyen szinten szakmailag értékelni ezt az évet, hogy sikerült-e előrelépni, vagy egyszerűen tényleg az a lényeg, hogy nagyjából az a létszám megvan, mint évelején, hogy azok a gyerekek, azok a sportolók, akik járnak hozzátok, ők szeretik és csinálják ezt. Szóval lehet-e bármiféle szakmai értékelést tartani ebben a tekintetben 2020-ra kapcsolatban, ami de most már hála Istennek hamarosan vége van. Reméljük. Én nem is szakmai értékelést tartanék, mert most az a szakmai értékelés, hogy most a gyerekek megvannak, vagy nincsenek. Én úgy gondolom, hogy egy kicsi visszajelzés a mi szakmai és közösségteremtő munkánkról, hogy itt vannak a gyerekek, és tudunk velük tovább dolgozni. Tehát ebben a nehéz időszakban is mind a gyerekek, mind a szüleik kitartottak mellettünk, nem vesztették el a motivációjukat, örömmel jöttek hozzánk, és most jelen pillanatban, ha nem is tudunk dolgozni kezdő sportolóinkkal, tanfolyamos versenyzőink, tanfolyamos kisgyerekekkel, még nem is versenyzők, ugye, de úgy érzem, hogy jó úton haladunk, és anélkül, hogy pozitívan nézzük a dolgokat, úgysem lehetne csinálni. Tehát bemegyünk, megcsináljuk, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, az a biztos, ugye, ami hát, elmúlt. Az Orka edzői brigádját ismerve a jó hangulat garantált. Igen. És hogyha nézünk egy picit tényleg előre, akkor mi az, amit egyáltalán lehet látni 2021-ből? Most itt ugye említetted a nemzetközi versenyeteket, ami egy fontos pillér nektek. Van erre bármiféle esély, hogy bármilyen formában ez mondjuk márciusban ismét visszatérjen a Csitári GM Iluszodába? Én úgy gondolom, hogy nemzetközi versenyben most felelőtlenség gondolkodni, úgyhogy egy országos szintű utánpótlás verseny megrendezésében gondolkodunk. Majd most, miután vége lesz ennek a versenynek, én úgy gondolom, hogy többi klubbal közösen ki kell alakítanunk egy olyan versenyprogramot, ami a korlátozások ellenére is vállalható lesz, tehát hogy ne irreális célkitűzéseket tűzünk, hanem ami minden egyesület számára megvalósítható, ne kudarc élményére a gyerekeket, hogy olyan technikai követelményeket állítunk esetleg eléjük, amit most nem azért, mert nem jár edzésre, hanem rajtuk kívülálló okok miatt nem tudnak teljesíteni. És hát szép lassan haladunk tovább. Nem tudunk más csinálni, versenyt tervezünk, ha nincs ha, tervezzük és csináljuk. És van már egyébként bármiféle 2021-es versenynaptár, akár igen, a honi? Hát hazait azt most kezdtük el a szakmai bizottsággal összerakni. A nemzetközi szinten most jelent meg a világkupa sorozat. Tehát a FINA abszolút úgy gondolja, hogy versenyt kell rendezni és versenyezni kell. Azt láttuk már, hogy a január-februári versenyek online virtuális térbe kerülnek, tehát ez még nekünk is új lesz, hogy az egészet, tehát nem speciális gyakorlatokkal, hanem a versenygyakorlatokat próbálják online térbe helyezni, tehát ez biztos, hogy ők már jóval előrébb tartanak ez ügyben. Bocsáss meg, ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenki a saját uszodájában adott jelre megcsinálja a kürt, amit online mondjuk streameltek, és különböző versenybírók otthon ülnek, és nézik ezeket. És megnézik, igen, tehát erre azért már volt. Van, érzek némi hibafaktort, egy bizonytalan internet esetében, akár a versenybíró tekintetében, hogy pont akkor fagy le a rendszer, vagy akár a gép, vagy bármilyen történhet, és Tehát kisebb versenyek már voltak, úgyhogy már az ősz folyamán is, meg nyár végén is már voltak próbálkozások, kísérleti versenyek, és többé-kevésbé, tehát inkább azt mondom, hogy többé működtek ezek a dolgok. Természetesen voltak internetgondok még máshol is a világban, nem csak ugye nálunk, de a bírók egyszerre megkapták az anyagot, és egyszerre bejelentkeztek egy közös szobába, és ott tekintették meg a beküldött anyagokat. Tehát ennek komoly technikai feltételei voltak, tehát két kamerával rögzítés, innen rögzítés, tehát úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ők már egy ilyen csapatos, mert ez mind egyéni volt, vagy maximum egy páros. De úgy gondolom, hogy már ők fölkészültek arra, hogy esetleg egy vízben lévő csapatot, hogy tudnak majd pontozni, vagy milyen technikai követelmény kell
ahhoz, hogy ez pontozható, értékelhető legyen egy szobából, egy nem tudom mikor, egy biztos egy időfaktorban fölvett kür esetében. Iszonyatosan jól hangzik. De reméljük, hogy a tavasszal lesz Magyarországon is világkupa, a naptárban megjelent, hogy az már tényleg élő lesz. Ugye jövőre ráadásul Tokió 2020, igen, olimpia. Hogy látod egyébként, mekkorát fejlődött az elmúlt, hát most már 4,5 évben a sportág itthon? Mert azért érezhető volt, én azt gondolom, egyfajta növekedés az előző olimpia után. Abszolút. Kapcsán. Ugye nagyon sok szinkronozó versenyt láthattak. Igen. A nézők, rengeteg került képernyőre. Hogy látod, van egyfajta tényleg egy növekedés, egy erősödés itthon, igen, a sportágban belül? Igen, én feltétlenül úgy gondolom, és nagyon jó az elnökségünk hozzáállása, nagyon jók jelenleg a válogatott sportolóinknak a lehetősége. Tehát eddig ugye mi nagy területet igényelünk, tehát 2-3 pályán edzettek, most van vízfelületünk, tehát a Margit-szigeten járnak edzésre, egy teljes műugrómedence a rendelkezésünkre áll, és nem 1-2 órát, hanem akár egész délelőtt is vízben vannak a lányok. Illetve ugye lesz majd az olimpiai kvalifikáció, oda már két páros dolgozik egymás mellett párhuzamosan, hogy kit delegáljunk. Tehát ez is már egy nagyon jó lehetőség nekünk, hogy nem egy párost kell fölfelé tolnunk, hanem itthon is ők is már magukban versenyeznek egymással, hogy mégis kijutazzunk ki egyáltalán az olimpiai kvalifikációra. És hát ezt mindig el szoktam mondani nekünk, ugye talán nem is az olimpia főverseny, nekik talán az inkább ajándék, az egész útajándék, amíg odáig eljutottak, nekik az olimpiai kvalifikáció a főverseny, én úgy gondolom. Az olimpia már ajándék, és az, ami pluszba hozzájön nekik emocionálisan is ehhez az egész fizikális dologhoz, az már maga az eredmény. Most egyébként mi a terv, hogy a kvalifikációba beszámító versenyeket még tavasszal elvileg rendeznek? Igen, igen. Mik az esélyek, hogy ismét legyen magyar szinkronúszó? Első 24-ben kell benne lenni jelenleg a párosnak. És erre... Ezzel kapcsolatban. Annyira nem volt verseny. Tehát, nem, tehát egy éve ők se versenyeznek. Ha most itt tippelgetnénk. Ők se versenyeztek egy éve, tehát, és más sem. Tehát az edzés körülmények, gondolom mindenkinek, tehát látjuk a neten, hogy kinek mennyi időre zárt be az úszoda, és ugyanilyen gondokkal küzd Kanada, spanyolok, tehát bárki a világon. És azt nem tudjuk tényleg, hogy ezek a versenyszituációk, ezek mennyire fognak hiányozni versenyzőkből. Nálunk is azért junior korosztályú versenyzők azok, akik ugye felnőttként mennének az olimpiára, hogy elég volt-e nekik az a versenytapasztalat, amit eddig szereztek, és most, hogyha tényleg rögtön egy főversenyre állnak oda egy év nem versenyzés után, akkor mit fognak tudni a vízben produkálni? Ezért is hívtuk meg őket, hogy hát ha itt ez a mi kis gálánk, hiába családias, de mégis egy teljesen más környezet, egy más szituáció talán segíti a felkészüléseket. Hát így legyen. Én megmondom, hogy picit titkon abban bízom, hogy hát ha ugye itt a december 8-ára, 11-ére ígért, ugye most ez a jelenlegi helyzet, ez addig tart, hát ha lesz valamiféle fajta enyhítés, és hogyha nem is a hagyományos, csillárólógos, teltházas orka karácsonyi gála, de mondjuk egy ilyen harmad-negyedházast, hát ha tudtok mégis beengedni néhány nézőt, ennek én nagyon szurkolok. Köszönjük, december 12-én lesz elvileg vagy a felvétel, vagy akkor a zárt körű, vagy a kicsit szűk körű gálánk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát sok sikert, és versenyeket kívánok akkor nektek 2021-re. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük szépen. Ez volt a Bajnokok Városa itt a Fehérvár Televízióban. Ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak. Maradjanak velünk, viszontlátásra!